elképesztő, amit csinál a színpadon. Emlékszem a próbán, ő volt az egyetlen, akivel nem készítettem fényképet meg videót, annak pedig egy oka volt, hogy így tudatosult bennem, hogy bele kell felállnom a színpadra, és hát azért benne volt a szerepetjába. Van most is. Úgyhogy üdvözlőjétek, nagyon-nagyon nagy szeretettel a színpadon Heinz Gábor, Biga! Akkor a gyanista. Szevasztok, mi a helyzet, jó vagyunk? Hát kedves fiúk, lányok, hát tetőtől talpig meg vagyok hatva és tisztelve. Nagyon-nagyon büszke vagyok az Tomi barátomra, és büszke vagyok azokra a dalokra is, amiket együtt írtunk. Hát hiszen nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a zeneszerzés és a szövegírás legszebb pillanatai azok a kilométerek, amit a nappaliba bírunk megtenni. Ábokat vésve a parkettában, és egy-egy dallam fosztani, egy az ötletnek egy emberként örülve csapunk a levegőbe, ököllel, hogy megvan a sor, úgyhogy párszor ezt a Tomikával megértük. Például a következő dalban is nagyon-nagyon szépen köszönjük azoknak a szép hölgyeknek, akik bírtak minket ikletni évtizedeken keresztül, és akik van, hogy jók, és van, hogy rosszak, és vagy, hogy kedvesek, és van, hogy elviseltetlen ördögök, viszont összeteszik a két kezünket, hogy vannak nekünk, úgyhogy kedves hölgyek, jöjjön a meglepi, jöhet? Oh,
love you.